Új kötetek bemutatójának is otthont adott hétfő este a Magyarorsi János Városi Könyvtár. Az eseményen 8 író, költő képviselte saját városát. A meghívott vendégek Aradról, Pécsről és Gyuláról érkeztek. 2 évvel ezelőtt a 3 Arad révén egymással testvérvárosi kapcsolatban lévő írók közösen kezdtek el dolgozni egy új kiadványon, egy irodalmi antológián, melynek a közelmúltban 3. kötete jelent meg. A kötetben, ahogy mondtam, testvérvárosi írók szerepelnek 2 nyelven, de hát lesz egy kis beszélgetés majd természetesen a pécsi jelenkorról is, amelyik idén 60 éves, és hát gondolom majd jól elbeszélgetünk arról is, hogy hogyan tudnánk folytatni ezt a kapcsolatot, folytatjuk el lesz-e jövőre is, hogyan tudnánk bővíteni, hogy ne csak egy ilyen egyszeri alkalom legyen. Egyébként a kötetet már Pécset bemutattuk, amikor Arad napja volt Pécset 3 héttel ezelőtt, és hát, hogy ne maradjon ez csak egy ilyen évi egyszeri alkalom, találkozás, hanem bővüljünk és találkozunk többször is. A 3 város szerzői közösen mutatták be írásaikat. A jelenkor pécsi folyóirat idén októberben ünnepli fennállásának 60. évét. Ez egy nagy és hosszú hagyomány. Azt a 20. századnak az első felében is voltak folyóirataink Pécsen. Ez egy komoly egyetemi városként, ez a 20-as, 30-as, 40-es években is már nagyon komoly irodalom volt Vörös Sándorral és másokkal, Csorba Győzővel, de 58. októberében jelent meg a jelenkor először, és hát ez is már egy nagyon hosszú hagyomány, erről is fogunk beszélni valamit. A Kötőszavak című kiadványt még korábban Aradon mutatták be. Azóta tart a közös munka, a napokban pedig a gyulai szerzők a hazai közönségnek mutathatták be, mire jutottak együtt. Többen vagyunk. Gyulaiak, Becsi András, Kis Otto, ABC során nélkül mondom, Olász Szabolcs, Hász János és én. Azt hiszem, hogy nekünk nincs közös elképzelésünk, mi nem alkotunk egy irodalmi közösséget, noha nagyon sokat beszélgetünk egymással, és nagyon sokat találkozunk egymással. Tehát azt hiszem, hogy az a fajta gyulaiság, amit az ember mondjuk így elvárna egy ilyen antológiától, eleve mi az, hogy gyulaiság, az így nincs benne, tehát nem kifejezetten gyulai szövegek vannak, de itt a gyulaiság azt jelenti, hogy gyulaiak vagyunk, és gyulaiként publikálunk az antológiában. A Simonyi Olvasóteremben elsőként az Irodalmi Végvárak című programházigazdája, Irházi János mutatta be a kötetet. Ágoston Zoltán, Kis Tibor Noé, Mohácsi Balázs Pécsről érkezett, Gyulát pedig Becsi András, Hász János, Kis László, Kis Otto és Olász Szabolcs képviselte.